Tisztelt egybegyűltek, tisztelt barátaim, tisztelt kollégák! A Magyar Művészeti Akadémia nevében köszöntelek benneteket, akadémikusokat és nem akadémikusokat, azoknak a reményeknek a megerősítésében, amelyeket miniszter úr elmondott. Négy tételbe tenném ezt. Rövid leszek. A nagy pillanatnak, történelmi tettnek vagyunk személyes résztvevői és szerencsés tanúi máma. A Magyar Művészeti Akadémia már egyesületi idejébe terve vette, hogy a különféle művészeti szerveződésekkel szövetségre lépve létrehozza a nemzeti szalonok rendszerét, hogy ellensúlyozza a negatív töltésű magánfilozófiákat, a személyes összefonódásokat, a csak határesetekre koncentráló alkotói és kritikusi elgondolások hazai privilégiumait. Ezért és éppen a művészet szabadsága nevében alkalmat kívánunk adni az ország első számú kiállítási bázisában a vizuális művészetek rendszeres bemutatkozásaihoz. Ez évben az építészetnek, jövőre a képzőművészetnek, majd az ipar- és tervezőművészetnek, végül negyedik évben a fotoművészetnek, hogy aztán a menet előről kezdődhessék. A Magyar Művészeti Akadémia köztesületi válása időközben bemutatkozási sorozatok gondolatát stratégiai alapkérdésé érlelte, döntésé. Szükséges azonban leszögezni, hogy ez nem az a nemzeti szalon, amelyről tüntetéseken, személyes hitetlenkedéseken, pejoratív hangú sajtómegnyilvánulásokból értesülhetett a magyar közönség. És nem is az, amit az elmúlt korokból kellene újraélesztenünk. Nem egyfajta elit összejövetele tehát, és nem szakmai önfényező vizuális manifestum. Nem a kivételezetteknek a kaszinója. A Nemzeti Szalon a szervezők lelkiismeretén alapuló komoly kötelezettségvállalás. A legkiválóbb alkotók becsületbeli színrelépése, vallomások sora a küldő nemzet számára. Tanúságtétel. Ismétlem, tanúságtétel. Második tétel. A mai kiállítás nyitásával megkezdődik a műcsarnok visszaadása a magyar vizuális művészeteknek. Harmadik tétel. A kiállítás gondolatának realizálásában koncepciója véglegesítésébe példátlan egyetértéssel vett részt a Magyar Művészeti Akadémia építészeti tagozatának majd a döntő elnöksége, a Magyar Építőművészek Szövetsége, a Budapesti és Országos Építészeti Kamara, az Országos Főépítészi Iroda a Belügyminisztériumból és a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia is. A tervezést és kurátori tennivalókat az Iblüdíja Szegő György építész, versépítész nagy hozzáértéssel, türelemmel és elfiatottsággal végezte el, a műcsarnok kitűnő hivatali apparátusával és a kivitelezéssel megbízott szakemberekkel állandóan együttműködve. Hálás köszönet érte mindnyájunknak és méltó elismerés. És kellőképpen alig-alig fokozható köszönet és elismerés annak a széles horizontú építész szakmának, akik tagjai büszkén vállalván egymást műveikkel betöltötték ezt a tradicionális térsorozatot, tanítóikkal megemlékeznek benne, középületeik, mérnöki létesítményeik, tájépítészetük, produkciók, enteriőreik, műemlékvédelmi tevékenységeik és az oktatás eredményeiknek felsorakoztatásával az építészet egysége mellett tesznek hitet ország, világ színe előtt. Negyedik tétel, a magyar építészet itt, ma kitárja szívét előttetek. Halljátok meg a dobbanását.